A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsorvezető frizuráját a Blanc Salon készítette. A műsorvezető ruháit a Norella divatáru üzlet biztosítja. A műsorvezető egyedi készítésű kézműves ékszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodik. A Lillás reggeli média partnere az Újász, a Star és a Sorry magazin. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom, egy csészényi kedvesség, egy csepnyi szenvedély, és egy jó beszélgetés Paor Lillával. Nagy Tétényi általános iskolába járt, ahol egyszerre volt kisdobos és minisztráns. Hangi adottságait nagyapjától örökölte. Már úttörő korában kulturális seregszemlét nyert országos szólóének kategóriában. Érettségi után a KISZ központi művészegyüttes, majd a Honvéd művészegyüttes tagja lett. 1975-ben végzett a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán, és lett tagja a Magyar Állami Operaháznak. Vezető tenor szerepeket énekelve végig, mint a Traviata Alfredja, Hoffmann mesei, Bohém élet Rodolf, Carmen Don José, Pillangó kisasszony Pinkerton, Faust Faustjaként vált felejthetetlenné a közönség számára. Az Operett Színházban vendégeskedve olyan bonviván szerepeket énekelt, mint a Csárdás királynő Edvinje, a Marica grófnő Török Péterje, a Mosolyországa Szucsongja, a Luxemburg grófjából René, vagy a Denevérből Eisenstein. Játszott a Blaha Lujza Színház zenés produkcióban is, és számos alkalommal vendégszerepelt külföldön. A magyar operett utazó nagykövetének is nevezik. Számtalan opera és operettfilm főszereplőjeként láthattuk a televízióban. A rendszerváltás után magánszínházat indított, ahol már rendezett is. Arcpolitikája, hogy nem hisz abban, hogy az operettet modernizálni kell. Legfeljebb a szöveget szükséges leporolni. Ha a rendező elképzelése, a színész egyénisége és a szerep nem találkozik egymással, akkor nem lehet jó darabot színre vinni. Fontos, hogy újra megtaláljuk a régi nagyságok jól bevált színpadi megoldásait, és azokat alkalmazzuk. Ma is töretlenül hisz a magyar operett világ sikerében. A Lillás reggeli mai vendége az örök bonviván Leblanc Győző, aki vallja, hogy szeretet és szív nélkül nem lehet semmit csinálni. Hinni kell abban, hogy az élet szép. Magyar hazám, megáldalak, szép értet hajni, érted élni. Te fent, magyar hazám. A nap 24 órájából mennyit vagy komoly, és mennyit vagy mosolygos? Volt egy nagyon édes anyám, aki tanítónő volt, és aki azt mondta, hogy fiam, ha azt akarod, hogy unatkozzanak az emberek a társaságodba, akkor légy komoly. Ha azt akarod, hogy jól érezzék magukat, akkor mosolyogj. És ez azt hiszem, hogy nevelési hiba is lett. Annyira ráálltam erre a dologra, hogy kellemes ember legyek az emberek számára. Ez egy feladat volt, már gyerekkoromban is. Valószínűleg az édesanyámból eredt. Hogy tényleg így volt, hogy még nehéz helyzetekben is próbáltam mosollyal és pozitíven kikerülni egy helyzetből. De tudod, hogy miért érdekes és miért kérdeztem meg? Köszönjük szépen! Csodálatos, köszönjük szépen! Egyébként azt figyeltem meg, és azért kezdtem ezzel a kérdéssel, mert itt volt Farkas Bálint, és ő is egy ilyen nagyon mosolygós ember. És általában azt veszem észre, hogy az operettesek, nem is annyira az operások, bár nálad azért majd kitárgyaljuk, hogy miért operett, miért opera, hiszen te az operaház magánénekese lennél eredendőleg, de az operettesekben van egy ilyen, ez az alap mosoly típus. Tehát most én erre voltam kíváncsi, hogy ez neked tényleg, mint ahogy mondtad, hogy gyerekkorodtól fakadt, vagy a szakmával együtt jött? Nem a szakmával, ez már gyerekkoromtól
De én nekem bevált ez a dolog, meg kell, hogy mondjam. Szóval azáltal, hogy mosolyogtam mindig, és kellemes ember szerettem volna, szerettek az emberek. A mai napig is ezt mondhatom el. De a színpad is kötelez. Tehát nem lehet az, hogy fájjon az ember hasa, amikor fölmegy a színpadra, mert ott mindig mosolyogni kell. A nézők nem azt várják tőled, hogy a napi problémáidat fölvidd a színpadra, hanem hogy megrázd magad, ez nagyon keménynek kell lenni valahol. Azt hiszik ezekről az emberekről, hogy lágyak. Nem. Ez nagyon nagy elhat. Már maga a pálya, hogy azt azon a szinten tudja az ember csinálni, hogy fent maradjon hosszú ideig toppon és az első vonalba, ahhoz nagyon tudatosnak és nagyon keménynek kell valahol belülről lenni. Én meg születésemnél fogva, meg édesanyámból eredően, ő egy olyan pedagógus volt, aki a Szent Orsolyani Apáca zárdában végzett Sopronban. Tehát az egész lelkülete egy ilyen nem templomba járó és nem egyházi oldalról mondom ezt, egy lágy, egy nőies, és mivel ő egyedül nevelt minket az öcsémmel, az édesapám elment 11 éves korukba tőlünk, így az anyám lelkületét tapasztaltam meg, és az anyám lelkületét vettem át. Úgyhogy gyakorlatilag egy férfiben egy női lélek és egy női gondolkozás van bennem. De mennyire furcsa, mert közben pedig pontosan a színpadi tevékenységet és magánéleted által is, te egy pasis pasi vagy. Egy csármos férfi, jogképű, fölmegy a színpadra, a nők bálványa, a magánéletedet is x éven keresztül a sajtó, az emberek nyomon követték, tehát azért tényleg az a, most mondanám, hogy a bon vivant típus 100%-osan, és közben pedig azt mondod, hogy egy lágy lélek lakik benned, pedig az a fajta szerepkör, jó, egy lágy lélek, na de hát mégiscsak a hódítás, a nők, a sárm az odatevés. Ez a színpadhoz kell. Tehát, hogyha a színpadon van az ember, és mutatja magát, akkor azt az oldalát mutatja. De én az belsőmről beszéltem most, és ez a kettősség abszolút megvan bennem. Azt mondtad, hogy anyukád egyedül nevelt benneteket, és ugye volt egy alap, ezek szerint egy alapvallásos neveltetés az életedben. De közben meg azt olvastam, és javítsál ki, hogyha nem jól, hogy az apukád, aki szintén egy ilyen régi vágású családból származó valaki volt, és azt elmondtad, hogy elment tőletek 11 évesen, ő pedig pontosan a rendszernek, az akkori kommunista rendszernek a hívévé vált. Te végig tudtad ezt követni agyilag, gyerekfejjel, hogy az apu, akit végül is kikezdtek volna, de mégis beállt, mondjuk ki, a szocialista brigád élére, és ott azért sikereket is élt el. Hogy volt nálatok otthon téma? Nagyon érdekes, ahonnan indultál az egyház részéről. Én egy olyan világban nőttem föl, ugye, amikor a bérmálás és az úttörőavatás egy napra esett Nagy Tétényben. Ez Mátyásföldön is így volt, és olyannyira, hogy te írtad, hogy a pap megvárta. Igen, az úttörő. Igen, a pap volt az intelligensebb, megvárta. Várjál, nálunk meg pont fordítva, mert tudta, képzeld el, hogy itt volt a templom, és itt laktak a csapatvezetőik, és hát persze, hogy tudta nagyon jól, hogy ki jár templom, azok voltak a legjobb úttörők. És akkor tudta, hogy vége van a misinek, innentől lehet úttörő foglalkozásokat csinálni, mert azokra a gyerekekre lehetett számítani, de mennyire érdekes. Na, az édesapám oldala pedig úgy alakult, hogy ő tulajdonképpen egy hortista százados fia volt. Nem katonatiszt volt a nagypapám, csak GH-s, tehát közgazdasági egyetemet végzett, és a Timót utcai laktanyának volt a GH főnöke. Hát az a legjobb GH-snak lenni? Van, így van. Na most jött a háború, apukámat bevitték, és ő mint vegyipari egyetemre járó ember, az új rendszerbe ugye azonnal kirúgták az egyetemről, akkor érdekes módon elment, mivel judózott és sportszakon elment az újpesti dózsához, így rendőr lett belőle. Most a rendőrségen volt a Bajcsy-Zsilinszky úti laktanyában egy ügyelete, ahol kerestek a Reichperhez egy németül beszélő embert. Na most az én édesapám pedig osztrák anyanyelvű mamától származott, tehát a francia nagypapa, aki százados volt, és az osztrák nagymama, így aztán az apukám perfekt beszélt franciáról is, és németül is. És bement erre a perre, és elkezdett fordítani németül. Azonnal kirúgták a rendőrségtől is, és így bekerült... Azt hittem, hogy... Na erre a fordulatra nem számítottam. Bekerült
nem tudott hol elhelyezkedni, sofőrnek az ötös üzemegység, Tefuhoz, az ötös üzemegységhez, aztán hát ott, mint érettségizett ember, elég intelligens volt ahhoz, hogy maga köré gyűjtötte azokat a brigádtagokat, azokat az embereket, azokat a sofőröket, akivel egy munkahelyen dolgoztak, és hát mi nevettünk rajta a legjobban az öcsémmel, hogy milyen szorgalmasan írta, még ma is megvannak ezek a nagy vörös szocialista brigád naplók, amiben szervezte a kirándulásokat, akkor ez egy tendencia volt, hogy vitték kirándulni színházba. Igen. Színházba vitte, operába vitte az én édesapám a brigádtagokat. Szóval egy óriási dolog volt, de mind kinevettük ezért az öcsémmel annak idején, hogy hát azért egy kicsit erős ez, apu, hogy te ilyen brigádnaplókat ragasztasz, de aztán oda vezetett ez, hogy ő 1,5 millió kilométert vezetett hibba baleset nélkül, és az brigád tagjai is, az a 12 ember, aki ő alá tartozott, az is baleset nélkül. Nagyon nagy mennyiségű kilométert vezettek, és ez egy teherautóval, hát óriási dolog. És ezért Kossuth díjat kaptak, állami kitüntetést az apukám vezetésével. Ő egy ilyen szocialista brigádvezető lett, aki a Kalmár Magdával egy időben kapta a Kossuth díjat, és felolvasta a Kalmárt, azt mondja, hogy Leblanc győz. Aranyos volt a szituáció. Érdekes szintorai vannak a sorsnak. Anyukád végig vallásosan nevelt benneteket? Nem, ez nem volt olyan erős vallásosság, hogy én vasárnap jártunk templomba, ez kétségtelen így volt, de az anyu, például nem járt az anyu minden vasárnap Érdekes. Templomba, csak az, hogy ő ott végzett a Szent Orsolyandi apácazárdába, ez azért meghatározta az ő életét, az egész életét. Igen, így van. Egyfajta tartása volt. Egy olyan kitüntetett pedagógus volt a 22. kerületben, hogy mindenki munkaközösségvezető, meg mindenki ráhallgatott. Még ma is nagyon emlegetik, ott találkozom Budafokon, a Gádor úti általános iskola volt növendékeivel, a Tilda néni az egy Isten volt a szemükbe. És ez abból a szellemiségből adódott, amiből az anyukám jött. Anyukád mosolyt ültetett az arcodra, és szeretettet adott olyan formában neked, hogy neked azt a szeretetet tovább kellett adni, és mondtad, hogy egész kiskorodban már ugye el kellett kezdened szerepelni, hogy az emberek jól érezzék magukat. Így van. Ezt te, mint kisgyerek, hogyan élted át? Két fajtája van a gyerekeknek, az egyik, aki nagyon szereti, a másik, aki nagyon utálja. Amikor azt mondják, hogy na menjél, játszál, és akkor ott a nénik, bácsik ott ülnek, hogy jaj, de édes, és akkor azt mondja, hogy na már megint mennem kell. Vagy pedig pont az ellentéte, hogy akkor is már kinyíltál, és tudtad, hogy ez egy jó dolog szerepelni és örömet szerezni az emberekbe? Otthon a családban nagyon nem szerettem, mert már 3-4 éves koromban fölállítottak az asztalra, és a francia nagyapámtól tanultam francia gyerekdalokat, hogy Nagy Őzőke énekelj. Na ettől én írtóztam. De aztán a másik nagypapám, az anyai nagypapám egy olyan ember volt, aki mindig mosolygott és mindig maga köré gyűjtötte az embereket, akitől ezt ellestem, hogy mindig viccelt, mindig jókedvű volt. Bevittem például 86 éves korába, szeretett a Rudasba járni, és amikor mentem próbára az operába, akkor bevittem magamnak, azt mondtam, nagypapám, ide tessék leülni, és akkor egy órát ugye korrepetitornál voltam, és mire visszajöttem a klubba, 12 ember, 14 ember ült a nagypapa körül, és mesélt. Szóval ilyen típusú ember volt, mindig mosolygott. 53 éves korában elvették mindenét, államosították, és megrázta magát, és azt mondta, hogy gyerekek, maradt két barackos, abból megélünk. De helyes. Látod, és ez a fajta szellemiség ösztönösen is bennem volt. Tehát én is valahol ilyen vagyok. Ha nagyon nagy tragédia ér, vagy nagyon nagy pofonok érnek, megrázom magam, és tudok előre nézni. Tudok tovább lépni. És ez egy nagyon nagy dolog. Már utólag jutott ez tudomásomra. Eddig ösztönös volt bennem ez a fajta viselkedés. Melyik volt a legnagyobb pofon, ami változtatta az életedet? Hát 2002 év az a számomra eszméletlen volt. Addig azt mondhatom, hogy a Jóisten a tenyerén hordott, tényleg a gyönyörű karriert futottam be, bejártam a világot. Olyan rendezőkkel hozott össze a sors, akit ma is csak csodálni tudok, és ebből ma is tapasztalok. És 2002-ben az öcsém agydaganatot kapott, akivel a
nagyon-nagyon jó emberi kapcsolatom volt, mivel az anyukámmal mi hárman éltünk, 7 évvel volt fiatalabb az öcsém nálam. Tehát akkor még nevelgetted is. Így van. Amikor az apu elment, és az anyu nagyon sírt, és padlót fogottak, azt mondtam neki, mama, ne sírjál, én 11 éves voltam, mama, ne sírjál, majd én segítek fölnevelni neked a Csabit. És valójában így is volt. Ketten neveltük az anyuval a Csabit. És így ez a három ember nagyon összefort. Tehát mi bármi problémánk volt, annyira meg tudtuk beszélni egymással. És az én öcsém, mondhatom, a világ egyik legjobb embere volt. Úgy szerették, az Erkel Színház fővilágosítója volt akkor, amikor meghalt már. A beosztottjai is úgy szerették, hogy emberileg is, meg főnökileg is, tudásilag is, hogy rajongtak érte. Na most egy olyan ember, aki tényleg mindig, ő is mosolygós volt, és mindig kedves volt az emberekhez, egy pillanat alatt kint voltak Japánban a Denevérrel, az Operaház, és ott derült ki előadás alatt, össze-vissza kezdte állítani a pulton a reflektorokat, és akkor kérdezték, hogy mi baj van, elvitték egy CT-vizsgálatra, és kiderült, hogy alványi daganat van a fejében. Mint a villámcsapás úgy ért minket. Na őt elvesztettem szeptemberben. Hány hónap volt ez? 8 hónap alatt. Januárban történt a vizsgálat Japánban. Azonnal fölültették egy repülőgépre, hazahoztuk, bevittem az amerikai útra, és a professzor ott félrehúzott engem, és azt mondta, hogy 8 hónapja van hátra testvérének. Jaj, mondom, ne tessék ilyet mondani, azt mondja, meg lehet operálni egyszer, kétszer, de tulajdonképpen segíteni nem tudunk rajta. Nem hittem el, szóval azt mondtam, hogy nem, mosolygunk, előre megyünk, és mindent elkövetünk, hogy a Csabit megmentsük. Első operáció sikerült, autót vezetett, jött velem dolgozni, akkor már színházat csináltunk, magánszínházat csináltunk, és ő volt a világosító, ő volt a műszakos, autót vezetett, mindent csinált, és 3 hónap múlva megint előjött a daganat, és már nem tudták megmenteni. Na ezen a nyáron elhagyott a családom. Csonka Zsuzsi úgy döntött, hogy elviszi a 2 fiút, Nagy Tétényi útról, és akkor a nagy betegségében a mama, az én édesanyám ápolta az öcsémet, hazavittem a Nagy Tétényi útra, és megtanult az anyu 84 évesen infúziózni, meg minden, szóval rettenetes küzdelem volt ez az egész, hogy hittük, hogy megmentjük, nem tudom, milyen fanatikus hit volt bennünk. Szeptember 11-én meghalt, és az anyu rá egy hétre agyvérzést kapott. Én ott álltam a Nagy Tétényi úton, abban a házban, ahol születtem, teljesen egyedül, az anyám agyvérzésesen, az öcsémet eltemettük. Na, ekkor padlót fogtam. De még ekkor is azt mondtam, hogy én bírom ezt, ez nem igaz, hát én egy kemény pali vagyok, hát eddig is minden sikerült, hát miért ne sikerülne ezután is. De tudat alatt ezt nem lehet irányítani. Tudat alatt ott működött, és egy ilyen depresszió lett rajtam, nem tudtam énekelni egyik napról a másikra. Ez egy nagyon érdekes. Tehát akkor az összes traumára volt. Még a legnagyobb is. Még hogy munka még, hogy a se munka. Volt. Még a munkába se tudtam kapaszkodni. És tényleg ott álltam teljesen egyedül. És akkor kaptam egy depresszáns gyógyszert az idegorvostól, amit akkor kezdtem. A Budapest televízióban, a Tó TV-vel találkoztam, és ő vitt haknizni is, próbált segíteni rajtam. Ő mondta, hogy te Győző, van egy ausztrál lehetőség, gyere el velem. Jaj, mondom, nem megyek én Ausztráliába, hogy gondolsz ért? Én voltam már 86-ban Ausztráliába, egy életrelegem volt, mire hazaértem, azt mondtam, soha nem megyek oda, mert olyan messze van. És tényleg így éreztem. De aztán az Évi nagyon kitartó volt, és nagyon, nagyon emberi volt velem akkor. Egyedül voltam, és mégis elmentem vele Ausztráliába, aztán a másodikra. Akkor az Évibe tudatosult már az, hiszen azt hiszem a nézőknek nem kell külön elmondani, hogy azóta Tóth Éva a társad, a párod. Igen. És az Évibe akkor tudatosult az, hogy vagy szerelmes volt beléd, vagy pedig egyszerűen emberileg, meg a munkába látta, hogy segítség. Ez egy nagyon érdekes történet volt. Szorulsz, vagy nem is tudom, mert igen. Kimondhatjuk, hogy segítségre szorultál. Így van. De nem így alakult.
az volt, hogy az Évinek volt egy barátnője, aki nem tudni, hogy milyen a sors, ilyen a sors, kérem, nekem gyerekkori a szüleimnek a gyereke volt a Süveges Valika, aki az Éva fogorvosa volt, és egyben barátnője. És az Éva kezdte csinálni ezt a Budapest televíziós kívánságműsort, és kapott egy lehetőséget, hogy ő egy ilyen Szellők szárnyán című produkciót forgasson a Budapest televízióban. Ezért a Harmad Bercit, mint kollégát meghívta, hogy énekeljen vele. És akkor lement ez a forgatás, és azt mondta az Éva a barátnőjének, hogy te nem tudom, valahogy nem illünk össze a Bercivel. És akkor azt mondta a Valika, hogy hát miért nem hívott föl a Győzőt? Milyen Győzőt? Hát a Leblanc Győzőt. Én ismerem, szeretem, barátom, Nagy Tétényi ő is. És az Éva akkor Budatétényben lakott. És azt mondta, hát úgy se áll velem szóba, hát most hogy lehetne. És ez volt az első kapcsolatfelvételünk, és akkor én elmentem az Évával egy Szellők szárnyán forgatására a Budapest TV-be, és csináltunk egy filmet, amiben azt a rendezői utasítást adtam neki, hogy próbáljon nekem belém egy kicsit szerelmes lenni. A forgatás alatt volt egy ilyen, hát duetteket énekeltünk. Igen, igen, igen. És ez indította ezt a szakmai kapcsolat tulajdonképpen, meg aztán együtt mentünk vidékre, ő hívott el engem, hogy aztán mi volt benne egy érzés, egy segítőkészség, vagy más, ezt nem tudom, de elég az hozzá, hogy én elmentem Ausztráliába végül is, és otthon felejtettem a depresszáns gyógyszeremet. 3 hétig úgy fájt a fejem, hogy én azt hittem, hogy megőrülök. Egy ilyen elvonási tünet volt ez. Aztán olyan szép helyeken jártunk Ausztráliában, Gold Coaston, Perthben, a tengerpart engem mindig pozitíven hat rám. És annyira kedves volt ez az egész helyzet, amit az Éva teremtett, ott sikerélményünk volt. Szerettek az emberek. Ismét kezdtem kinyílni, kezdtem tudni énekelni. Tehát ez adta azt a lökést aztán, hogy megindult az élet megint. És így lett, azokon a szép helyeken jártunk, amikor egymásba szerettünk. Hát, ahogy ez szokott lenni. Elfelejtetted az antidepresszáns gyógyszereket többet beszedni. Így van. Egyébként ez egy szép történet. Egy szomorú történetnek egy jó folytatása. Nem mondom, hogy vége, mert ugye a sztori az még jelen pillanatban is működik, csak most éppen a Budapest televízióban nem nálunk vagytok. Igen. Ugye most már évek óta. Tudod, az jutott az eszembe, hogy mennyire furcsa fintorai vannak az életnek, és mennyire furcsa forgatókönyvek zajlanak le. Úgy ugye azt szoktuk mondani, hogyha a Jóisten becsuk egy ajtót, akkor kinyit egy ablakot. Hogy a te életedben is ez így jött, hogy elment a családod. Így van. Képletesen is. És, így van. És nem képletesen is, elvesztetted édesanyádat és az öcsédet egy év alatt, elment a feleséged a gyerekekkel, és közben azért csak nyílt egy kis ablak, ami aztán kitárta újra a világot előtted. Volt egy mondat, ami a hangodra vonatkozott, hogy a betegség és a stressz következtében, tehát a depresszió következtében a hangodat elvesztetted. Mennyi ideig tartott ez, és mit próbáltál tenni ellene? Ez egy nagyon fontos dolog, mert tulajdonképpen a munkád elvesztése legalább akkora tragédia és trauma, mert ez még úgy megfejelte az egészet. Hogy vetted észre, hogy nem bírtál énekelni? Csemer Géza csinált egy Dankó Pista darabot, akkor rendezte, és engem kért föl erre a főszerepre. Most Dankó Pista egy főszerep, amiben tényleg számok vannak, mint énekelni kell, és ezt próbáltuk a Rottenbéler utcában, pont ebben az időszakban. És én akartam, én ugyanúgy próbáltam, megráztam magam, és próbáltam teljesíteni a kötelességemet, mert a színház az egy olyan társasjáték, ahol nem magamért csinálom, az olyan társulatért csinálom a próbákat, és össze kell hozni egy darabot, akkor ez kőkemény időszak. És képtelen voltam koncentrálni. Tehát a szöveget, amire én híres voltam arról, hogy pillanatok alatt 240 oldalas operát megtanultam 2 hét alatt. Nem volt problémám ilyen szöveg problémákkal. Ami
zenével volt együtt, azt én pillanatok alatt meg tudtam tanulni. És képtelen voltam megtanulni. Tehát nem csak a hanggal és a torokkal voltam, szinte nem zárt a hangszalagom. Két hang szólalt meg, amikor akartam énekelni, hanem koncentrációban. Tehát képtelen voltam oda szugerálni magamat, hogy egy dologra koncentráljak. Na most Simándi József mondta azt a nagyon nagy mondás, hogy csak mosolygós lélekkel lehet szépen énekelni. Nagyon igaz. Tehát meghal a mamám, fáj a gyomrom, akkor is kell tudni énekelni, de az igazi szép produkció az mindig akkor jön ki az emberből, amikor béke van a lelkében. Csak mosolygós lélekkel lehet szépen, igazán szépen énekelni. És amikor az embernek problémái vannak, akkor az bizony hallatszik, akár tetszik, akár nem. Mennyi idő volt, amíg újra saját magadat stabilizáltad? Tehát jó ez másfél, a folyam, év. Másfél év. Jó másfél év volt, amikor jöttek a sikerélmények, és a sikerélmény mosolygósá tett megint, akkor megint belülről tudtam mosolyogni, és nem akaromból. Ez az időszak volt az, amikor az Operaház, hiszen te az Operaház magánénekes vagy, és nagyon jó szerepeket játszottál el az operába. És akkor egyszer csak utána nem az opera szerepeidről lettél, hanem az operett szerepeidről lettél híres. És most meg kell, hogy nem nagyon szoktunk itt a magánéletbe vájkálni, de most itt egy picit belementünk, ugye, mert említetted Csonka Zsuzsit és a gyerekeket, már beszéltünk Tóth Téviről, a Nagy Villanás Rágárját, ott volt Pitti Katalin és a nagy híres lángoló szerelmetek, ami filmeken is megörökítetett, hiszen operett filmeket játszottatok együtt. És ezzel nincsen semmi baj, hiszen az embernek együtt kell tudni élni a múltjával, és az egy akkor ti egy álompár voltatok. Valljuk meg egészen őszintén, és nagyon sokan irigyeltek benneteket. Ez az opera és az operett közti időszak volt? Tehát te ebben az időszakban tértél át az operettre? Sokkal előbb. Ez egy nagyon érdekes történet az életemben. Én a konzervatóriumban Fábri Editnél tanultam, és nagyon jó pedagógus volt Fábri Edit, csak Schumann, Schubert dalokat engedett énekelni két évig. Amikor túl voltam... De utáltad miatta őt. Igen. Imádtam ugye az operaáriákat, meg szerettem volna tovább lépni, de nem eresztett, és igaza volt. Ma tudom, hogy kész csókom, és örök hálám neki azért, hogy ilyen szigorú volt hozzám. Harmadik évben bejött, akkor már énekeltem mindenfélét, bejött a Breitner Tamás és a Pécsi Színház akkori főrendezője, és azt mondta, hogy ők Bon Vivant keresnek, a konzervatórium behallgattak az órámra, kívül a folyosóról. És ők kívülről hallották, aztán látták, hogy egy 183 centis magas fiatalember, ők így most nekem 800 forintos havi fizetésért felajánlanak egy állást Pécset, és én Bon Vivant leszek Pécset holnaptól. Hanyat írtunk akkor? 1970? 72-t, 71-et. Az egy jó fizetés volt. Az egy jó fizetés volt akkor. Igen. Na kérem, én kikértem magamnak. Azt mondtam, akkor én zöldfülű konzistaként, hogy én operaénekes szeretnék lenni. A Fábri Edit olyan aranyos volt utána, amikor kimentek, fiam, vedd tudomásul, ahogy te kinézel, te úgyis a pénzedet operettel fogod az életedbe keresni. És milyen igaza? És abba is igaza lett. Ó, jaj, igen. Úgyhogy aztán szerencsém volt ebben is, mert a konzervatóriumban a Fábri Edit korrepetítora Váradi Kati volt. És a Váradi Kati nagyon jó zenész volt, akkor végezte őt, ő a főiskolát karmester és zongora szakon, és ezeket az opera áriákat kedvtelésből óra végén letranszponálta nekem, mert én baritonista voltam, a Honvéd Együttes Stelázsián énekeltem akkoriban, mikor konziba jártam, letranszponált ezeket a tenor áriákat egy terccel lejjebb, én meg a szívemből énekeltem a legnagyobb tenor áriákat a Katival. Na most ő, anélkül, hogy tudtam volna, fél hangonként szépen fölhúzta ezt eredetibe. És a végén, mikor életemben először elénekeltem a Bohém Rodolf áriát, C-vel, kétvonalas C-vel, akkor odahívott nagyot nevetett, hogy na, ide néz, tudod, mit csináltál? Egy évig nem tudtam elénekelni. Amikor tudatossá vált az, hogy mit csináltam, hát boldog voltam, hogy elénekeltem eredetiben. Viszont adott tudat alatt egy biztonság érzetet. Hogy neked le van transzponálva. Nekem megvan az a cím. Akkor van remény arra, hogy én elérjem.
És akkor oda mentem a Fábri Edithez, aki nagyon haragodott a Katira, hogy ilyeneket csinál velem. Aha. És mondtam, hogy de Edithnén, hát én el tudtam énekelni eredetiben. Hagyd abba, fiam, te egy Bende Zsolt típusú lírai bariton vagy, ne erőlködj, mert tönkreteszed a hangodat. Na, én szomorú voltam ugyan, de elmentem a fiatal muzsikusok vetelkedője volt akkor a televízióban, Kopecki Lajos riporterségében. Nagyon aranyos történetünk van. És ott a Carmen Toreador dalt énekeltem, áriát énekeltem a versenyen. És akkor a Réti József tanár úr volt a zsűri elnöke, és azt mondta a indoklásnál, hogy többen nem a saját hangfajukba énekelnek, ilyen Leblanc Győző is, aki szerintem tenorista. Na, ettől én szárnyakat kaptam. Tetszett hallani Edith néni. A Réti József azt mondta, hogy én tenorista vagyok. Hát én röpültem, mert a Kati meg szorgalmasan transzponálta az áriákat nekem, és miután többször is elénekeltem eredetibe Toszka képáriát, a Rodolf áriát, a Faust kavatinát, kétvonalas C-vel, akkor azt mondtam, hogy hát erre rá kell menni, és akkor már az Edith néni is azt mondta, hogy hát bizony, ha ezt el tudod eredetibe énekelni, akkor erre rá kell menni. Így lettem én tenorista. Egy bársonyos baritomból. Így van. Érdekes egyébként, hogy ez is milyen furcsa, hogy a tanárok mennyit tudnak segíteni egy pályán, és mennyire hát tudják előrevenni, és vagy meg a korrepetitorok, és mennyire tönkre tudnak tenni valakit. Én emlékszem abban az időszakban egyébként, ahogy olvastam az életedet, sok párhuzamot találtam benne, mert téged sem vettek fel először az akadémiára, és milyen furcsa a sorsnak a fintora. Én is akkoriban jelentkeztem, talán egy-két évvel később, és engem sem vettek föl, mondták, hogy még érni kell a hangomnak, hát 18 éves voltam, amikor jelentkeztem, és a gyakorlóba jártam én is, mint ahogy te. Tudod, ki volt az én gyakorló tanárom? Pitti Katalin. Annyira nem érdekes semmi. Egyébként. Nem ki volt semmi. Neked a gyakorló tanárod? Hamari Júlia. Hamari Júlia. Na hát a Júlia egy kiváló zenész és egy kiváló operaénekes. És ott tenorista is volt, ő tenornak tartott engem. Igen. Aztán jött utána egy pedagógus, aki baszbariton, rossz pillanatban hallott engem, náthásan hallott. Nem tehet róla, nem haragszom rá egyáltalán, de nem tudott ettől az első élménytől 4 évig menekülni. És akkor 4 évig rossz felé képeztek? 4 évig rosszul képezték a hangomat. Uh-huh. Az édesapám volt nagyon aranyos, hát ő imádta az operákat, és a brigádot. Igen, annak idején, mikor rendőr volt, akkor mindig a második sor szélén voltak ilyen ügyeletes helyek. Aha. És ő az anyuval mindig ott ült, hetente kétszer-háromszor voltak akkor ügyeletben. Akkor ezek jobban voltak azért egymással. Igen, akkor együtt, akkor még együtt éltek. És a ügyeletben mindig ott nézték ezeket, jártak operába. Tehát engem is már nagyon pici koromban vittek. Tehát egy picit jófülű ember volt hozzá, hogy értsen annyit, hogy ez jó vagy nem jó, amit is meg. És mondtam neki, hogy apa, gyere, most hallgass el engem, meg engem az énekórámon, mert már sokat fejlődtem. És beült az órámra, és nagy csöndesen véghallgatta, és én énekeltem a Leporello áriát. Ördög vitte volna el, s hajton járni kellni kell. Ilyen letüdőzött, lemellezett hangon, és hát apu meghallgatta, megköszönte a tanárnőnek a lehetőséget, kikísértem a folyosóra, és akasztam. Te kuksikám, ne nagyon higgyél ebben a dologban. Ez volt az édesapám reakció, de igaza volt, mert nem azon az úton jártam, ahol az én világom volt. De utána meg csak megjött, mert a Zeneakadémiát is elvégezted, és az operaház magánénekese lettél. Milyen lehetőségeid voltak akkor, vagy mennyire voltak nyitottak a fiatal tehetségekre az operában? Ezt kérdem azért, ugye, mert tudjuk azt, hogy jelen pillanatban nagyon nehéz a fiatal művészeknek a dolga. És az opera az egy zárt közösség volt akkor is. Te neked milyenek voltak a benyomásaid? Akkor az opera egy templom volt. Ezt most őszintén mondom. Izgultunk egymásért, a magánénekesik is egymásért, a büfébe a darabokról beszéltünk, és a zenéről beszélgettünk egymással. Sose felejtem el, én az első szerepemet a Giacchinót a Fidelióban énekeltem, az Erkel Színházban volt ez az előadás, és a Simándi József mindig odaült az tűzoltó székére,
az első járás szélére már a Leonora nyitánynál. Florestán csak a második felvonásban szerepel a Fidelióban, de ő már mindig az első felvonásban ott van, volt, és mindig nézte, itt dobogott a szívem, hogy a Simándi onnan nézi, hogy az én az első jelenetemben mit csinálok, és olyan szigorú volt ez az egész jelenlét, hogyha ott egy 8-at szünetet például, előtte való nap volt zongorás próba, például a terembe minden darabot, ami vasárnap ment, a szombaton egy korrepetitorral és a karmesterrel végig énekeltünk. A Simándi minden alkalommal teljes hanggal végig énekelte. Uh-huh. Szombaton is, és vasárnap is a Florestánt. És akkor véletlenül valahol egy 8-at szünetet tévesztettem, és akkor megszólalt, hogy fiatal ember, ne az én időből próbáljon. Hoppa. Tehát ilyen fegyelem volt, ott elkésés, ott bocsánat, forgalom volt, 20 percet ül a társulat, és nem tud csinálni semmit, mert az illető szereplő nem érkezett meg, nem létezett. Később ez olyan módon megváltozott, hogy ilyen üzem lett a színház. Tehát nem volt az a lelki tisztasága, és az a fegyelme, és az a légköre, ami akkor, amikor én bekerültem. Ez a különbség. Azt hiszem, hogy az első közé tartoztál, azok közül, a művészek közül, aki önálló színházi vállalkozásba kezdett. Ez melyik időszakra tehető? És kérdem azt, hogy a művészember hogyan tudott üzletember lenni? Mert a kettő nem mindig jön össze. Én tudom nagyon jól, hogy egy vállalkozás és egy színházi vállalkozás, az micsoda buktatókat rejt, és hogy hány dologra kell odafigyelni. De az üzleti vénádat, vagy ezt a fajta szervezését a színháznak, ezt honnan merítetted? Belekerültem egy szituációba. A rendszerváltás után éreztem, hogy az úgynevezett külső előadások, a hakninak nevezik, de soha nem hakniztam életembe. Én a legkisebb művelődési házban is így remegek a mai napig is. Színpad ott van, ahol így van, te vagy? Így van. Az ott varázsolni kell. Ha nem tudok varázsolni, akkor nem menjek oda. Tehát én benne éltem egy helyzetben, jártam a világot Németországtól, Svájcig, Ausztriától, Európáig, Amerikáig, mindenhol, és találkoztam olyan rendezőkkel, olyan darabokkal, operettbe főleg, szóval én operettel jártam a világot, nem operával, amiben egy tapasztalatot szereztem. Olyan klasszikus rendezéseket éltem át, mint szereplő, és olyan profi emberekkel találkoztam, hogy azt mondtam, hogy ezt folytatni kell. Ezt nem szabad, hogy ez elmenjen a levegőbe. Tehát egy olyan tudást szívtál magadba. Igen. A látottak alapján. Így ezek van. Szerint. Egy olyan tapasztalatot szedtem össze, hogy ezt tovább kéne adni valamilyen módon. Akkor az Operett Színházban egy-két szerepem volt, nem sok. Mosolyországa, a Csárdás királynő, a Marica grófnő. Tehát nem élhettem ki magamat úgy az Operett Színházban, hogy szerencsém volt, mert az öcsém az Erkel Színház fővilágosítója volt. Ez az adottság is hozzájárult ahhoz, mivel akkoriban a haknik száma nagyon leesett, és nem volt a rendszerváltás idején külső előadás, mint akkoriban nők napjától kezdve a november 7-ig jártuk az országot. Így saját magam kezdtem el szervezni is. Tehát, hogy én fölajánlottam, kiküldtem prospektusokban, hogy a Marica grófnőt bemutattuk, a Csárdás királynőt is, azokkal a kollégákkal ráadásul, Benkóczi Zoli, Oswald Marika, Kovács Zsuzsi, azokkal, aki Bozsó Jóska, Teremi Trixi, akikkel az Operett Színházban is dolgoztam, tehát olyan szinten hoztuk a műsorokat és a magándarabokat is, mintha az Operett Színház színpadán lennénk. Így én voltam a szakmában abban a helyzetben, hogy a művészek részéről is összetudtam hozni a dolgot, az öcsém által a műszak részéről is összetudtam hozni a dolgot, és így gyakorlatilag belecsöppentem a közepébe. Az öcsém csinálta a színpadi részét, reggel 6 órakor már indultunk utánfutóval a vidéki helyszínre, ott beépítettük a díszletet, az öcsém tudott szerezni ilyen kölcsön
bérleti díj alapján, de nagyon olcsón adta ezt oda a színház, mint a színház tagjainak. Uh-huh. Nagyon rendes volt ebben az operaház és az Erkel színházat. Kértünk egy jelmezt, egy függönyt, vagy egy díszletet, vagy egy uh-huh. kandellábert, azt pillérekért odaadták egy napra. Uh-huh. Tehát így ki tudtuk bérelni, kölcsönözni 90-es évek elején azokat a gyönyörű díszleteket, ami kell az operethez. Tehát bordó bársony, fehér és arany függönyök nélkül nem érdemes operettet Igen. csinálni. Ez ugyanúgy hozzátartozik, mint az elegáns ruha, a frakk és a kesztyű. Itt ezt felejtik el mostanában a modern rendezők, átrendezik a darabokat, nem szabad az operett is, az opera is, egy klasszikus műfaj. Azt abban a környezetben és abban a millióben, abban a társadalmi helyzetben kell színpadra rakni, amiben született. Nem lehet megváltoztatni. Lehet Rigolettóból boxbajokat csinálni, csak akkor nem érvényes az egész úgy, ahogy van. Láttam SS katonatiszteteket és már a színpadon Wagner darabokba, az se vált be. Ugyanúgy, ahogy a Csárdás királynőt meg a Marisza grófnőt se lehet megváltoztatni. Uh-huh. És kezdtem látni, hogy ezek a modern fiatal rendezők belenyúlnak a darabokba. Próbálják a mai helyzetben, a mai szituációkba ábrázolni, például a Csárdás királynőt. Az nem létezik, hogy Edwin Herceg részegen fetreng az asztal alatt. Az nem lehet, hogy a Csárdás királynak a fenekére ütnek. Ez nem az a műfaj, ez egy elegáns, a század eleje légkörét és társadalmi környezetét ábrázoló darab. Zseniális darab, nem szabad hozzányúlni. Amennyit hozzányúlnak, annyit rontanak. És én hiszek ebben a műfajban. Ez egy magyar műfaj. Nincs a világon olyan nemzet, aki úgy tud operettet játszani, mint a magyar. Nincs olyan tűzvér egyik táncosban sem, mint a magyar táncosban. Nincs az a primadonna a világon, akármilyen gyönyörűen énekel, ahogy a magyar primadonna tud szeretni széttárt karokkal. És nincs az a bonviván, magyar bonvivánon kívül, aki úgy tudja ökölbe szorítani a kezét. Ebben az ökölben mindenben évszázadok tragédiája lehet benne. Azért tudjuk mi ezt ilyen tűzzel, vérrel csinálni. És én erre rájöttem, nem szabad, hogy ez elmúljon. És én a klasszikus, eredeti rendezőktől, azoktól a jó német rendezők, meg a magyar rendezőktől, Vámos Lászlótól, nagyon sok Seregi Lacitól sokat tanultam, akik eredetibe képzelték ezt el, uh-huh. és nem változtattak rajta. És én erre esküdtem, és fölvállaltam színészként a rendezést. Pontosan azért, hogy a klasszikus formájában maradjon uh-huh. meg ez a dolog. És a mai napig is az Évával ezért harcolunk a világba és az országba, hogy megmaradjon ez az operettes szívvilág, ezek a gyökereink. Nem szabad, hogy megváltoztassuk. Nézzük meg Ausztriában, milyen gyönyörű körülmények között rendezik meg Johann Strauss újévi koncertjét. Január 1-én a legszebb hangversenyteremből, a Burgból közvetítik. A legjobb szimfonikus zenekarral, a bécsi filharmonikusokkal, gyönyörű holland és olasz virágcsokrok közepette 4 milliárd ember nézi és hallgatja Johann Strauss-t. Hát valahogy így kellene megbecsülnünk nekünk Magyarországon is Kálmán Imrét, Lehár Ferencet. Ráadásul ez egy olyan műfaj, amit senki nem tud a világon csinálni, úgy, mint mi. A Mojszejev együttes színvonalán és sikerével tudnánk Amerikát végig járni a huszártáncainkkal, a palotásainkkal, azokkal a világslágerekkel, amit ma is mindenki ismer a világon, amióta a három tenor énekli ezeket a számokat, azóta úgy ismerik ezeket, mint a Puccini vagy Verdi operáriáit, vagy mint az olasz dalokat. Tehát meg kéne tartani, ha 100 évig élt a Csárdás király, most lesz 15-ben, 1915-ben mutatták be a Csárdás király. Ha 100 évig fönnélt, hát 200-300 évig ez az ország tudna ebből élni, hát szeretik mindenhol, ma még nincs olyan perce a világnak, hogy valahol ne fölnet hangozni egy Kálmán Imre melódia. Tehát nem kéne ezt feledőbe hagyni, csak azáltal, hogy ma átrendezik, és bocsánatot kérek, aki leviszik gagyiba, ezt a gyönyörű műfajt, hogy lehúzzák a mai világba, a reális mai világba, ezáltal nem fogja megélni a jövő századot. Tudod, és én nagyon szomorú vagyok ezért. Abszolút értem, amit mondasz. És tudod, hogy mi az érdekes, hogy azt szoktam mondani, hogy én nagy Hofi rajongó vagyok,
hogy Hoffinak az összes mondata, ami elhangzott 1970-ben a Szabhatjukba, a mai napig él. Igen. Az operetnek a mondani valója sem vesztette el a hatását, és ezt tudod, mikor jöttem rá, Leányvásárnak volt egy bemutatója, Sasvári Sanyi játszotta a főszerepet. Hát legalább 20 éve volt, és akkor voltak az első szabad választások itt, és a Leányvásár ugye a választásról szól, és ugye odáig nekem nem jutott el, mert a rendszerváltás előtt a választás másról szólt, ugye megint lehetne Hoffit idézni, hogy na most abból az egyből melyiket írjam be a választáskor. Hát itt egy picit változott utána a dolog, és igen, egy kampányba csöppentünk bele a Leányvásár kapcsán. Most csak ezért mondom, hogy tulajdonképpen attól, hogy tehát nem, attól még megmaradhat a mai mondani valója. Pontosan. És egy-egy jó poént vagy jó mondatot be is lehet építeni, amitől teljesen maivé válik, de attól nem kell az igazi műfajából és az igazi környezetéből kiragadni. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes és tanúságos. Hány előadást tudtok egy évben megcsinálni jó esetben? Hogy lehet ez bírni fizikailag? A néző, ugye az csak annyit tud az egészből, hogy fölöltözök szépen, remélem még a szép ruhámba, megtisztelem a színházi előadást, legyen az vidéki művelődési ház, vagy egy, nem tudom, hogy akármilyen kis terem. Ugye ez, az is egy érdekes dolog, hogy hogyan osztom el a színpadon a díszletet, hogyan rendezem be azt a környezetet, hogy milyen sok mindenből tevődik össze egy előadás. De ez nem látja, amit te mondtál, hogy reggel 5-kor fölkerünk, 6-kor már indul a busz, de éjszaka még fölpakoltuk a teherautóra az összes díszletet. Délelőtt berendezzük. 370 darabot. 370 tárgy van egy darabon belül. Hihetetlen. Hihetetlen. És akkor izével az leltárilag megvan, így van, mert azt raktárból úgy kell kivenni. Mennyit vesz ki belőled egy ilyen előadás? Rengeteget, ráadásul nem is ez a része, hanem amikor beugrások vannak, mert azért egy ilyen magántársulatnál mindig van, színház nem engedi ki, van mindig szereplőváltozás, akkor amikor odaérünk, fölépítjük délután a színpadot, akkor még próbálni kell. Most a beugróval próbálni, ugyanakkor tudom, hogy este nekem is énekelni kell, tehát nem ordíthatok a nézőtérről, hogy te ne úgy csináld, hanem nyelekedjet, és oda megyek hozzá. Azokat a hibákat, igen. Igen, oda megyek hozzá, és szép csöndben elmondom, hogy ezek rettenetes nagy allergiák. Megmondom őszintén, hogy az utóbbi években már nem működik. Sajnos fizetőképes kereslet hiányában ezt a magánszínházat, mint színház föl kellett adnunk. Tehát nem tudjuk, 1000 forint belépődíj esetén sem jön már be az az összeg, amivel a művészeket ki tudom fizetni, az úti költséget ki tudom termelni, és az adót, amivel megfogtak minket, az, amikor abba hagytam, az a jogdíj volt. A Csárdás királynőre 100 000 forint jogdíj jár. Nem működik. 50 ember egy vidéki előadásban. Nem működik. Szóval itt, kitermelhetetlen. Itt hagytam igen. Abba. Hát igen, tehát erre mondjuk azt, hogy a színház, a színművészet nem az a műfaj, ami ki tudja, vagy el tudja tartani magát, és ki tudja termelni, pedig mennyire kár. Tehát azért igen, fú, kár érte. Úgyhogy mert a nézőket fosztjuk meg az mostanában az Évivel kettesben van egy kívánság műsorunk, és arra járjuk. Csak nem a hatos csatornán. Nagyon sokat számít egyébként a televízió, neked nem igen. Kell mondanom, nagyon nagy erő. Tehát aki nézi a hatos csatornát, az hív minket. És hívja ezután is, kedves néző, ön is, és írja a leveleket Löblan Győzőnek és Tóth Évinek, hogyha már itt megemlítettük a végén, bár ez a beszélgetés tényleg nem erről szólt, de tényleg nagyon szeretnek a nézők. És tudom, érdekes, amikor betelefonálnak, egy perc van hátra, most intettek a kollégák, kis kuliszta is legyen az adásban, hogy igen, tehát megvan a Leveles Királyság műsornak is ugye a maga értéke és varázsa, de az, amikor a néző betelefonál, hogy Évike, de örülök, hogy végre meg Győző, de jó, hogy látom és hallom. Azért ez látszik, hogy nagyon szeretitek. És ezt a szeretetet kapjuk minden egyes előadáson vidéken. Hozzák a kis süteményeket, mondjam, hogy a sült csirkét, még azt is hozzák, olyan szeretettel és olyan ragaszkodással, és
aranyosan hozzák, hogy nem lehet azt mondani, hogy ne tessék haragudni, de hát nem, köszönjük szépen, elfogadjuk, és azt mondjuk, hogy köszönjük, és aranyosak, mert szívből adják, és ezt érezzük. Azt hagyjam, még jót is esztek utána. Így van. Én viszont megkínállak téged a kis reggelivel, és nagyon szívből szépen köszönöm, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Sok-sok-sok-sok sikert kívánok. Én is kezedet csókolom. Zárkózottan egy magában, büszke pár a csarnokán, élt egy gőkös gróf kisasszony, réges-régen hajdalán. Búzsult érte reménytelenül, büszke szép levente száz, néha kilovagolt egyedül, vele senki, csak egy lovász. Messze gitárszava hengű, ó, szerelem dala zengű, blim, 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 és a legény szavolja sengű. Tündér királynő légy a párom, száj le, száj le, pille szárnyod, hajadból összeszőt aranysugárod. Nézlek csodállal hájítattal, ó, ne hagyj el, vígy magaddal, felhők felé, vagy föld alá, követlek én, akár igen. Egyébként a nap 24 órájából. A nap 24 órájából. Megállunk egy pillanat. Kapcsoljátok fel a légkondit? Mert el fogunk perceken belül állni. Ott a fal mellett.
Na. Valami vidámabb témát mondanátok így a végén? Valamit, hogy a... Nagyon szomorúra sikerült az egész. Ezt is fölvettétek, amit most mondtam? Igen. Ez jó. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsorvezető frizuráját a Blanc Salon készítette. A műsorvezető ruháit a Norella divatáru üzlet biztosítja. A műsorvezető egyedi készítésű kézműves ékszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodik. A Lillás reggeli média partnere az Újász, a Star és a Sorry magazin.